Ez a korábbi világbajnok Rob Cross bevonuló zenéje most abszolút passzol a hangulathoz, ugye forróság a tetőfokára hágott. Ennek odakint is forróság van, azt legalábbis mondom, itt nálunk. De... Már nem tudom, ott benn mennyi lehet. Nem tudom. A lényeg az, hogy nekünk itt a stúdióban a légkondi működik, úgyhogy azért nem sülünk meg szerencsére. No, tehát akkor jön a két hajasbaba mérkőzése. Igen. Szóval Wilson ugye nagyon tapasztalt. Hát februárban múlt 50 esztendős, tényleg 1000 éve ott van már a darts világában. Ő volt korábban BDO játékos, nem is akármilyen, ugye őt a legjobbak közé tartozott. Bizony, és verte már meg Rob Cross-t. Hogy látod az esélyeket? Én azért kitartok amellett, hogy inkább Cross-t várom ezen a mérkőzésen győztesként. De természetesen Wilson jó értelemben véve egy igazi mindenhájjal megkent Spieler, tehát tényleg az évek és a rutin nagyon sokat tud jelenteni. Egyébként iszonyatosan tetszik a beceneve, tehát ez a Jamie Dodger, hogyha ha nagyon szabadosan akarnám lefordítani, Lekváros Kukorica Máli. Ne, tényleg? Óriási. Zseniális a egyébként a bevonuló zenéje sem akármi, a Monkeys-tól egy száma, hát az 60-as évek közepén alakult banda, állítólag még mindig létezik. Úgyhogy egy ilyen igazi old school, egy régi vágású dartsozó, és ő kezdheti a mérkőzést. Úgyhogy hajrá Wilson, legyen ebből tényleg egy jó csata. És természetesen az esélykiegyenlítés értelmében hajrá Cross. Tényleg bízunk benne, hogy minél jobb, minél színvonalasabb találkozó lesz. 99-szel kezd Jamie Dodger. Itt pedig jön a Voltage. Az ő esetében egy kicsit direktebb a becenév, a feszültség, ugye nem meglepő villanyszerelő volt még dárcos kárára. Ah! Hello, Stan! South Park? Igen. Egyébként ugye az idei sorozatban Cross szépen gyűjtögeti azért a pénzt, hiszen háromszor volt második, 140. Igen, de még mindig nem sikerült azt a bizonyos egy kis plusz, pici pluszt hozzátenni. Nem nyert még meg korábban a European Tour fordulót Rob Cross. Ahányszor döntőbe került, mindannyiszor kikapott a fináléban. Viszont ide a bökőt, hogy ő ott lesz az Európa-bajnokságon. Az nem kérdés. Jelen pillanatban a harmadik a ranglistán. 140 Wilsontól. Szépen halad Wilson saját kezdéssel. Ha már mondtuk ezt Cross esetében, akkor Wilsonnál is megnézem. Igen, ő jelen pillanatban a 72-dik, ugye neki ez a torna, illetve volt még neki egy korábbi szereplése. Hát legutóbb Stuttgartban láttuk. Stuttgartban, de ott kikapott az első körben. Bárneveltől 6-0-ra. Na, tehát amiről ugye beszéltünk, hogyha Wilson, ne adj Isten, megnyerni ezt a tornát, akkor már bent lenne a legjobb 32-ben. 180! Jön a maximum, csak kicsit későn, hiszen Wilson két nyillal lezárhatja a leget. Az kerekítés, első nyíl jó. Dupla négy. Ász pedig belül van. Nincs meg, így most cidrizhet. Jöhet Cross 66-tal. Tripla 10. Helyén van, dupla 18, kedvenc kiszállója. Igen, bizony, nagyon sokszor már megoldott a nehéz helyzetekben ezt. Ez belül, dupla 9. Az már veszélyesebb. És az is belül van. Marad a 9. Wilson következik dupla 2-vel, nem gondolta volna, hogy visszajöhet. Ott bujkált, ott a kis asztal mögött. Na nézzük akkor James Wilson-t. Jó. És megoldja. 16 nyílból végül. Egyébként a legen belül volt 128-as átlaga is Wilsonnak, most jelen pillanatban ez 93,9. 16 nyílasnak köszönhetően. Az első 9 nyílas egyébként 126,33, de hát nyilván egy leg után ennek azért még olyan nagy jelentősége nincsen. Ugye eléggé sajátos a dobó mozdulat, illetve nem is maga a mozdulat, hanem a visszahúzás, hogy láthatjuk, hogy nagyon keményen belehúzza a nyilat majdnem a szemébe. Én mindig aggódom érte, hogy nehogy kiszúrja a saját szemét dobás közben. Hát az a műanyag tollal is meg lehet ám sérteni a retinát. Elég keményen, úgyhogy azért óvatosan kell. Tényleg egészen az orr nyergéig hátra húzza. Igen, ugye ez is igazából csak azt az alaptézist igazolja, hogy a dobó mozdulat, dobás technika szempontjából nincsen egy egységes
séma. Ez mindenkinek a sajátja. Kinél mi válik be. Nyilván vannak ugye olyan ergonómiai törvényszerűségek, amiknek azért jó, ha megfelel a mozdulat, de az, hogy ki hogyan fogja meg, hogyan, mennyire húzza vissza, hogyan miként engedi el, az már tényleg egyére van szabva. Hú, ezt Wilsonnak gyorsan el kell felejtenie, jön Cross. Elég vacak kezdés, csak 59 ez a kör. Nagyon kiemeli mind a kettőt, Wilson. Ott a harmadikat már szépen belehúzta a tripla szektorba. 153 kiszálló. Nem lesz meg. Marad a kerekítés. Tripla 20. Nagyon jó, 97 a dobás. Marad 56. Már kíváncsi leszek, hogy most is olyan a 20 dupla 18-ra, mert ugye az előtt cserbe hagyta a kedvenc duplája. Hát azért megteszi a szívességet Wilson, hogy Cross gyakorolhasson erre. Nincs még mindig kiszállón Wilson. Megy a 20-asra, és akkor a dupla 18. Megint a 9. Dupla 9. És megint belül. Óriási. Egyébként ez az egyik, elnézést kérek a kifejezés, az egyik legszemetebb váltás mindközül. Tehát a dupla 18-ról dupla 9-re át, tehát az egyik legrosszabb, a játékosodnak a túlnyomó többsége gyűlöli. Én sem nagyon szeretem egyébként, megmondom őszintén. És akkor most mire kerekít? Mert tényleg brutálisan nehéz. Egyre? Egy dupla 4-re? Természetesen egy, és akkor nézzük a dupla 4-et. Három dupla 3 is. Nem. Csak vicceltem. Meg is van. Megvan, nem várta meg, hogy Wilson esetleg meglepje. Egyenlít Rob Cross. Ja, kiszáll a duplára kerekítésnél. Van egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy általánosan elfogadott szabály, hogy nagyon-nagyon direktbe szándékosan nem kerekítünk olyan szektornak a duplájára, ami páratlan szám. Tehát, hogyha 7 pontunk van, akkor nem fogunk egy dupla 3-at dobni, hanem akkor 3 dupla 2. Nyilván vannak olyan szituációk, amikor tetszik, nem tetszik, páratlan számnak a duplájára kell kerekíteni, például 81-nél, hogyha 19-es szimpla, és akkor 62-nél tripla 12, dupla 13, vagy 79-nél a tripla 19, dupla 11. Itt meg egy 180! Wilsonnak ez az első. Tehát vannak kivételek, amelyek erősítik a szabályt. Tehát főszabály szerint igyekszünk mindig úgy kerekíteni, hogy páros számnak a dupla szektorára. Átlagok egyelőre nem érik el egyiküknél sem a 90-et, de azért kezd már alakulni. Váltás 99. Nagyon szépen. Mindenképpen le kellett váltani a Crossnak, hogy kiszálló legyen, de lehet, hogy nem lesz neki jelentősége Wilsonnak. Tripla 17 kell, és a dupla 20. Parádés játék! 12 nyilas az angoltól. Ennyi. Az idősebbik angoltól, mert ugye Cross is angol. Hát majdnem a fia lehetne, ha az életkorokat nézzük. Hát ha nagyon kapkod esetleg akkor. Igen, hát az első randi, ha sikerült, tudod. 140. Egy teljesen sztoikus nyugalommal konstatálta a Wilson, hogy megint vezet. Hú, hát nagyon messze van még azért az a hatodik leg. Íme az átlagok. Az előző 140-nek Cross már átlépte a 90-es átlaghatárt. Viszont ezzel az 57-tel egyből vissza is ugrik 90 alá. De még itt nagyon a mérkőzés elején vagyunk. Amikor már benne vannak a játékok, tehát mondjuk 5-5-nél már azért nem ugrálnak ennyire az átlagok. Amikor meg mondjuk a világbajnokságon szettekre játszanak, akkor meg aztán pláne nem. Két szektor tévesztés. Kár. Nagy kár, mert még így messze van a kiszállótól. Wilson pedig szépen gyűri, oda néz. És 140, kiszállón van. Meglephetik Rost. Ha egy picit szorul a kapca, akkor jön a világbajnok, és villámgyorsan 60-nál jár.
Tripla 20. Ugye 154-nél vannak még páran, akik előszeretettel dobnak tripla 19, tripla 19-re. Wilson nem közéjük tartozik. 60-60, Cross kezdi ezt a kis játékot. Kicsit ki kell állni, de bőven van hely. Még mindig. Fölötte, odafér az. Persze. Oda bizony. Persze. 2-2. Jó kis adok-kapok. Igen. Most már azért az átlagok is 90 fölött mindkettejüknél. Kiszállóban Cross egy picit elmarad, 25% a mutatója, még Wilsonnak 40. Igen, 8-2 Cross, ezen tessék javítani. Eddig 3 darab 180-as van, ebben Cross vezet 2-1-re. És megint átcsúszik az egyesbe. De jó játszik Wilson. Nagyon szépen összeszedte a gondolatait erre a találkozóra. Igen, tényleg ritkán látjuk ilyen European Tour hétvégéken. Az is szektor tévesztés, de legalább jött két tripla 20-asban. Igen, és ugye az sem mindegy, hogy ugye Wilson a tegnapi nap folyamán játszott első fordulós mérkőzést, Johan Engströmöt verte 6-3 arányban, és ott 84,68-as átlagot dobott. Na most jelen pillanatban, hogyha hozzáadom ezt az előző dobássorozatot, ami ugye 42 volt, 93,81-nél tart jelen pillanatban, tehát egy közel 10 pontot tudott emelni a tegnapi játék szintjéhez képest. Nyilván ezt az ellenfél is megköveteli. Meg hát azért az sem mindegy, hogy kitart-e ez a lendület a mérkőzés egésze alatt. Gondolj csak Ratajskira. Igen, hát most 95-140 után 42-45 volt a folytatás Wilsontól. Ezzel kicsit nehéz helyzetbe hozza magát a saját kezdésében. Cross pedig él a lehetőséggel, és már ott van kiszállón. Váltás 18-asra. 93, marad a 86, Crossnak pedig akkor 83, tripla 17, dupla 16 a kombináció. Meg is jön a tripla. Még egy nyíl, dupla 16. Ezt az elsőt nagyon elküldte. Nem, 86-ra jön Wilson, és jöhet a Dada. 20%-os a kiszállózás ezzel az újabb két rontott nyíllal Crossnak. 2/10. Wilsonnak tripla 18 kellene. Hú, egy négyes. Tripla 14. Sose fogom megérteni. Búrra ment. Ezt sose fogom megérteni, hogyha két nyíl van a kezében, akkor miért a tábla legkisebb szektorára dob rá? Miért nem? Önbizalma van. Nyilván, tehát ez a válasz egyébként, hogy neki ez a sablonja. Cross közben megoldja és elveszi Wilson kezdését. De 82-nél a tripla 14 lényegesen nagyobb szektor, mint a bull. Azt is ugyanúgy el lehetne találni, de hát ezt mindenki maga tudja. Én személy szerint, hogyha két nyíl van a kezemben, akkor 82-n is soha nem dobok búra, akkor mindig tripla 14-et próbálom eltalálni. Pont azért, mert nagyobb a cél. Szánsz 21, ez szép kezdés. Igen, most olyan nagyon fontos lenne Wilsonnak, hogy rögtön visszavegye az elveszített kezdést. Egy kis dobástechnikai tanulmány. Igazán a mérlegálláson kellene egy picit javítani a Crossnak, mert a gimnasztika versenyen nem nagyon nyerne vele. Kicsi az eső, hogy elindul egy ilyenen. Soha nem mond, hogy soha. Senior torna OB. És ha már a seniorokat említetted, egyébként van egy másik darts matchplay, ami jelenleg zajlik, mégpedig a World Seniors darts matchplay. Öreg fiúk, öreg lányok versenye. Igen, ezt Angliában, Hull-ban rendezik a Bónusz Arénában. Ugye ez egy eléggé szűkebb történet, és nem is találtam nagyon még internetes elérhetőséget sem, ahol lehetne esetleg nézni a mérkőzéseket.
tegnapi nap folyamán játszottak 4 mérkőzést, többek között Phil Taylor és Dita Hedman összecsapott egymással. Mennyi lett? 8-4 lett Taylornak, hát az átlagok azért beszédesek, Taylornak 75,77, Hedmannek pedig 71,24, tehát azért látszik, hogy a nagyöreg azért már nem olyan, mint annó fénykorában volt, de hát azért természetesen bármilyen eseményt el lehet adni Phil Taylor nevével, tehát... Ma is lesz, hogy látom, egy Lisa Ashton-Paul Hogan meccs. Igen. Nemek csatája. 60 közben Wilsonnak, és akkor Cross akár 4-2 is viríthat az eredményjelzőn. Nem jön a tripla 19. 18-ason kellene akkor a tripla. Ott se jön, úgyhogy már csak a kerekítés 40-re, az viszont megvan. No, Wilson, 20-as szektor kéne bombázni. Ha van tripla, akkor 2 nyíl a kiszállóra, ha nincs tripla, akkor 1 nyíl lett, nincs tripla, kell még egy kerekítő, és akkor a dupla 20. Fontos pillanat. Nem és nem oldja meg. Nem csinálja meg, így 3-3 helyett lehet 4-2. Kérdés, lesz-e még esélye Wilsonnak, hogy visszajöjjön? Dupla 10. Még jó mindig? Helyen van. Ott van. Rá is küldi, ahogy kell. 4-2. Pontosan éreztek rossz, hogy mennyit kell korrigálni az első dupla 10-re eldobott nyíl után. Nagyon szépen megoldotta. Papa is elégedett lehet. Igen, nagyon sokszor elkíséri a fiát ezekre a versenyekre Európában. 60. Gondolatban egy picike 9-es, ott nekünk felvillan. Igen, ez jó. És gondolatban a kis 9 nyilast levettük. 58 a folytatás mindössze. Kellene a tripla Wilsonnak, de nem jön, 57 mindössze. Remélem, hogy a hite nem fogja elhagyni Wilsont. És igen, és kezd a teljesítménye egyébként visszaesni a tegnapi szintre. 80,83 jelen pillanatban az átlag a Wilsonnak. Az jó, kellene még egy, hogy kiszálló legyen. Úgy is van! Marad a 148 pont. Ezért nem csak amiatt lenne fontos ez a leg Wilsonnak, hogy ne nőjön tovább a különbség kettejük között, hanem azért is, hogy a 5-2 az állás, akkor Cross első pályáról dobhat a mérkőzésért, és onnan már nagyon nehéz dolga lenne Wilsonnak. Nem jön a dupla 14 a végén. Egy nagyon szép kísérlet volt 148-ra Crossnak, így viszont ott az esély a Shanghai-ra. Na, utazunk Kínába? Eddig úgy néz ki, igen. Ott a dupla, megvan az esély rá. Na akkor viszont Wilsonnak dupla 7. Vagy... Nem, úgy látom, hogy inkább oldalra néz. Igen, 6-os, és akkor a dupla 4. És neki volt igaza. 4-3, megérdemelte ez nagyon James Wilson. Versenyben marad. Brusztolós lehet. Igen. Izzadságszagú. Cross viszont jól kezd. 180! A harmadik neki, Wilsonnak marad még az 1. Juvel kiengedte csodálatos tenorját. Nekünk kint van gondolatban a kis 9-es. Negyedik, jó, a negyedik. Igen! 180! Remélem, hogy a papa bírja idegileg. A minden itt neki. Izgalmas lesz. 140. Wilson is jól halad, de figyeljük, Cross-t, a hetedik nyíl. Léci. Nincs meg. Ünneprontó. Nagyon aládobta.
Vissza tripla 19-re. Van, aki a fejét fogja, van, aki az öklét rázza, van, aki csak lecsütsen szomorúan a helyére. Kár. Nyilván azért jár a taps. 6 tökéletes nyilat láttunk Rob Crosstól. Nem volt még egyébként a hétvégén erre példa, tehát most voltunk a legközelebb a 9 nyilashoz. Ezen a közben tornán. Már Wilson is kiszállón van. Bizony. Jó a tripla 18, dupla 12, dupla 6. Nincs meg. Nincs meg. Hát a Wilson megcsinálja 161-et. Akkor megérdemli. Ja, volt már 167 tegnap Lizier-től. Na nézzük Wilson-t. Pont a rossz oldalán a drótnak. Természetesen a folytatás már a helyén van, marad a 38 pont. Az ugye egy nyilas kiszálló, cross, dupla három, egyes, egy, dupla egy, új, de nehéz, de veszélyes. Nincs meg! De furcsa ez a leg. Mókás. Közel volt a 9 nyílhoz, és lehet, hogy Wilson elviszi előle. Igen, és az előző szisztémát követően szerintem itt sem megy rá direktben, hanem dob egy hatost. Így van. És akkor a dupla 16. Nagyon szép! Oda tűzi a bal alsóba. 4-4. 4-2-ről. Nem lehet leírni Wilsont. És az átlag is elkezdett visszajönni. Wilsonnál már megint 90 fölött vagyunk. Crossnál 89,3. És hát láthatjuk, ez egy érdemi különbség a 44%-os kiszállózás a 20%-kal szemben. Gyakorlatilag ezt tartja egyelőre életben James Wilsont, hogy ennyivel hatékonyabb a kiszállókon. Verte ő már meg ugye 6-4-re Crosst, még ez is megtörténhet. Csak 60. Ez most egyelőre nagyon, nagyon ilyen biztonsági játéknak tűnik. Hát kétszer 60-nal kezdte a leget. Igen, nem is azt mondom, hogy eléggé ki voltak emelve a nyilak, tehát nem is éreztem azt, hogy nagyon támadná a tripla szektort. No, gyerünk egy kicsit bátrabban. Pedig most komoly esélye van a Wilsonnak, mert ugye még kétszer kezdhetne. Na, az már a helyén van. Igen. 180! Na, megvan a bátorság. Megbizony. Persze a kiszálló még azért nincs meg, ettől függetlenül jó helyzetbe hozza magát Wilson. 97 Crossnál. Jön a következő kör. Az. 180! Ez mondjuk nem mondanám szokványosnak 201-nél a 180-as dobás, de mindenki maga tudja. Nem váltott le, és lehet, hogy neki lesz igaza. Kell mindenképpen egy ötös kerekítő, vagy 13-as, hogy ne kelljen akkor átváltani. Még egy dupla négy. És besokalt. Marad a 21. Cross érkezik. 113-ra. Neki ugye eddig csak egy 60-as volt a legmagasabb kiszállója. Nem lesz meg. Váltás 19-re, ott jön egy tripla, kell még egy szimpla. Marad a 32. És akkor Wilson még egyszer, 13, dupla 4. Igen. Ott van. Igen, csak ugye betakar azzal a nyíllal, egy picit ki kell állni. Ez az. És itt van a probléma. De megcsinálja! És vezet James Wilson! Óriási játék. Szédületes, 2-4-ről fordít. És a hátralévő két legből elég, ha egyet megnyer és kiüt egy világbajnokot. És ugye ne felejtsük el, hogyha elmegyünk a döntőlegig, azt Wilson fogja kezdeni. Igen, igen. Elmegyünk? Az is kérdés. Néhány kör után erre válaszolok neked. Körülbelül igen, igen. Jön a tripla Crosstól. Váltás. Ott is jön, 137, nagyon szép. Mind a ketten egyszer vesztették el eddig a kezdésüket. Az átcsúszik a hetesbe. Igen, itt 271-nél figyelni kell a matekra, lent kell kezdeni 19-esen. Kellene a tripla. És a bulla végére, de a 25 is jó. Maradott. De ha már ilyen jól kiszámoltad, hogy mit kell csinálni, akkor miért nem mentél fel? Így nincsen kiszállónk rossz. Hiba.
Wilson pedig büntet. 180! És ezzel ő már kiszállón van. Mit művel ez az ember a meccs második felében? Atya világ! Kell még egy tripla, hogy maradjon a 36 pont. És hát valószínűleg lesz meccsnyila James Wilsonnak. Ki hitte volna ezt? Hát ahhoz kellene kettő tripla előbb. De nem. Nem lesz tripla, úgyhogy nem lesz kiszálló sem. Kerekít és 36-ra az hát van. Utolérte Cross-t, csak hát ugye Cross dob egy dupla 18-at. Az fölé egy picit. Az és meg most van. Meg tudja oldani a kedvenc dupláját Rob Cross. Na jöhet a deciding leg. Hú, micsoda izgalmak. 5-5 után, és Wilson kezdi az utolsó leget. És jól kezd. Ja. 140. Nem látom azt rajta, hogy nagyon megbillent volna mentálisan. Sőt, hát 2-4-ről így visszajönni a meccsbe. 60 csak Crossnak, ugye a hátsó pályán ez nagyon-nagyon vérszegény kezdés. Főleg akkor, hogyha Wilsonnál jön a tripla, már pedig jön a tripla. 140! Kettő is! 240-es kör. Itt most vissza kell dobni legalább a két triplás kör, de inkább a három tripla kellene. Inkább a három kellene. 140. Legalább ez is valami. Látótávolságon belül még Wilson. Váltás. Ott jön a tripla. Jó. 134! Óriási! Három kör alatt leteszi kiszállóra magát James Wilson, és a kiesés szélére sodorja ezzel Rob Cross-t. Cross azonban begyújtja a rakétát. De egy nincsen tripla. Két tripla, így nincsen kiszállón. Kényelmes helyzetben Wilson. 17-es. Nem jön a tripla, nem kell rámenni a 20-asra. Jó a tripla, 18, meccsnyíl, dupla 8-ra. Nem oldja meg, viszont elsőre nem. Vissza fog térni, olyan, mint a Terminátor. Hát egyébként úgy is játszik ezen a meccsen, Wilson. Akár mid drop Cross, Wilson kezében a döntés. Cross is már kiszállón, 104-en. Újabb három meccsnyíl James Wilson. Dupla 8, dupla 4. Dupla 2! Nem! 4 meccsnyilat elszúr! Rob Cross, ő is izzad. Kijön-e a klasszisa? 104-re, tripla kell mindenki. Megvan a tripla, 18! 14! És dupla 18, a kedvence, megmenti-e? Egyébként ma nem nagyon ment eddig neki a dupla 18, csak mondom. Az előbb megdobta, most egy nyílból kell, és megcsinálja! Óriási, és elnézést kell, Wilson is csak mosolyog. Lehetetlen szituáció, 4 mérkőzés nyilat hibázott el James Wilson itt a döntőlegben. És megmentette a dupla 18-t. Egy 104-es kiszállóval, és végül mind a ketten 92 fölötti átlagot hoztak. Zseniális lesz, nem volt azért olyan hú de magas a színvonal, jó, hoztak egy általánosságban elfogadható teljesítményt, viszont elképesztő izgalmat prezentáltak. Hát azt mondhatja Cross, amit Tom Hanks abban a híres filmben. Wilson! Bocsánat, Wilson! Gyere vissza, Wilson! De ő már nem jön vissza, ő kiesett. Cross viszont látjuk majd még vasárnap is, most szünet, és jön Nathan Espinar és German Vattimena mérkőzése.